Így kezdi egy... Jó, igazi kaszás. Egy igazi másnapos ember, aki nem másnapos, az így kezdi. Ennyi. Ne takard. Gyerekek. Hát, mi márka megjelenítés, nem úgy van az. Arról van szó, itt vagyok közben, én is szavaztok. Arról végre van... lesz videó a Fuxtekről is. Igen, ott a Fuxi. Hát mondjam, arról van szó, hogy hát a gyengék elhullanak, a erősek meg megmaradnak. Ennyi. Hát, Dusba, INC... háromfős brigádja megcsappant két főre, ugyanis a kis emberünk, drága kis barátunk, nagyon rosszul van, és nem tud itt lenni. Kevésbé bírja, mint mi. Ja, nem tud lenni. Nem bírja az éjszakát. De mi ugye, jó, nem bírja az éjszakai életet, Pistike. Hát ugye nem szokott annyit verelni. Azért, mert a háromlábú kis csibben. Nézd, az meg, kurva strucc tojás. Na figyelj! Mutassuk már meg most már tényleg. Józanul is, ja, ekkora agyam, itt fogunk birkózni késsel. Ezért jöttünk késsel, nem Damilla. Damilla is sose végezni. Kivittem az ide a... Ja, ide nyílt erre. Világosra kivittem, jó? Ilyen felhők jönnek, bazd meg. És így tűz a nap. Oda nézz, így tűz a nap. Milyen passzal meg lehet fogni itt benne? Jó. Rohadt meleg van. Milyen passzal nézni balancba lehet fogni így? Haja, ott meg, faszán meg lehet fogni. Ja. Én is ott fogdoztam. Na. Szóval Echo, ugye, tegnap nem tudom, hogy félrészegen mit hetlekot látunk róla a gépről, ugye, amit most bemutatásra fog kerülni. De a lényeg az, hogy nem 52 köbcenti, már megnéztem a gépkönyvet, hanem csak 50,2. Akkor jó egy. Nem, mint a hatalmas nagy különbség lenne. Akkor majdnem jó egyet. Na, egy a Fuxival, igen. Ugye az is 50 köbcenti körül van, meg ez is. Ennek a teljesítménye az elvileg 2,15 kW, ugye ezt tudjuk, hogy az ilyen 3 lóerő körül van. 52 van rajta. Az 52-es, ja. Nem fogjuk őket versenyeztetni, mert teljesen felesleges. Mi most itt, hogyan mondjam, ugye mivel ketten maradtunk, ugye jön a Pistik és a 165-ese, hát feladta gyomra a harcot, Pistit nagyon megviselte, telefonált, hogy rosszul van. Fosik, okádik, mit tudom én, úgyhogy ketten maradtunk, de mi nem adjuk fel. Úgyhogy... Nem olyan fábú faragtak bennünket, nem? Igen, úgyhogy bemutatásra fog kerülni mai nap folyamán, illetve rögzítésre kerül a gép. Miklós megkérem, hogy indítsa el. Mert ugye nem lett elindítva se, reggel már feltankoltam, megnéztem a gépkönyvet. Addig magyarázd el, ja. hogy működik rajta meg. 1,50-es benzint írt neki, ugye. A Fuxtek az 1.40-essel fog üzemelni, ahogy kell. Tehát itt van a Fuxtek, nincs eltűnve. Bár Miklós pipa, mert hát úgymond kölcsön adta, és... Nem, végülis nem kölcsön adtam, ott hagytam, aztán használatba vették, azt meg is látszik rajta. Te ugye tudod, hogy én nem úgy szoktam erre. Igen, hát nem így szokott kinézni. Hát... De hát mindegy. Azért mondd a gyerekeknek, mennyit ment most már idén ez a gép? Kurva sokat. Kurva sokat? Sokat. Üzemórába? Nem tudom, figyelj... 25 liter benzinnél tartok vele. Hát akkor ez a 20 üzemóra már... Körülbelül 20. Durván. Ja. De késsel ment sokat egyébként. Késsel. Hát is kapott. Inkább területre ment sokat, mint... Hát, ja. A kurva életben marad. Mi a faszom, mely is el van állítva? A fogantyú, az tök jó az a fogantyú, azt már azért le... csekkoltuk, hogy... Most nem elég... Belenyúlni, az de most tényleg cipelni lehet. Izélni. Fogni könnyű. Nézzük, milyen a hangja. Az mondja, hogy... Hát... Azt bele fog verni úgy a földbe, tehát meg kell emelni. Nem kell be, megemelni, nem ver az bele a földbe. Gyamba van. Kicsi. Van benne kompresszió.
Tedd le! Tedd le, hadd fögyögjön! Na jó, jó erős hangja van, csetteges, durogó, szép hangja van, kattogó. Kurva jó hangja van a Gerónak. Nagyon. Na jó van. Jövünk vissza majd hamarosan. Japán. Ma rám megyek te! Ugye? Ugye? Na próbáld ki ezt is a kettő közötti különbséget. Első benyomások. Nem olyan szar, mint aminek látszik. Ez már biztos. Ugye? Hát marha finom gép. Hiába, hogy robusztus. Mert robusztus, ez tény, súlya van. Meg erőteljes gép, kibaszott buta erős gép. Tehát nem gondolkodik. Tehát azért nincs az, hogy megfullad, meg begyűjti az izét a... Nem nagyon tud bemucsozni. Igen. A kurva anyád. Azért az a szórásvédő, az kurva jó. Szórásvédő alá, hál' Isten, mert elég kurta. Úgyhogy jó, aztán lehet, hogy a 250-es, 55-ös késsel, ami van hozzá, gyárlag, az a bénább lenne, sőt, biztos. De szerintem a 300-as két ágúval így megy, hát
Hát biztos, hogy a 345-öst azt lepipálja. Le mi? Le. Szerintem le. A 345-ös Erix az, az... Hát kényelemben ugyan nem. Mert ez de más. Viszont a milyen nevére igen? Erőnlétben, erőben ott van, nagyon, nagyon, sőt, fölötte van. Ugye, ez három lóerő fölött van ez a gép, és azt érezni azért ott lent is. Ott lent is érezni a három lóerőt. Hmm. Úgyhogy nekem ezek az első benyomások. Viszont szokni kell hozzá, ugyanis fura, ugye ez a mondtuk tegnap este, a távolság. Rövid. Ez fura, tehát rá kell jönni itt a dolgokra, hogy hogyan tudod faszán üzenni. Meg az is elég fura, hogy kurva messzi van tőled a fej lent. Tehát abból viszont kurva jó. Magas hogy embereknek jó. A magas embereknek igen, meg az, hogy be tudsz elég jól nyúlni a fák alá, meg a dolgok alá. Tehát úgyhogy következőkben Miklós fogja majd kipróbálni. Azt is rögzíteni fogjuk, aztán majd a Fuxival is fogunk mutatni egy kis vágástesztet. Úgyhogy gyerekek, folytatjuk a melót. Az van, hogy az Echo megadta magát. Eddig bírta. Ennyi volt? Ennyi volt neki. Egyszer csak hirtelen megállt. Bő, ez megállt. Akkor most mi a passz lesz? Hát meg kéne tankolni. Ja? De az a érdekes, hogy teli tankkal kezdtem, és mutassuk körbe. Ugye, kettőt fordultunk fejenként. Hármat már. Hát egy, hárma, kettő, egyre, három. Kettő, három, négy. Ja, most fordultuk volna a harmadikat. Igen. Igen. A Miklós három négy tankkal kezdte, és még mindig van a Fuxiba. Van benne még. Még mindig van neki. Én teli tankkal kezdtem, és ő meg kiürült. Aztán kiszopta. De hát tudjuk be annak, hogy még bejáratós a gép, meg lehet, hogy kisebb a tankkapacitás is. Faszom tudja, de remélem, 8 fölött van a izéja. Remélem, hogy kiürült, bazd meg. Ja, még meg se nézted? Meg se néztem, csak gondoltam kiürült. Biztos, ha üres az. Csont üres. Az kiszopta. Kiszopta a benzint, úgyhogy tankolás következik, meg megfordítsuk a késeket. Azon is, meg ezen is. Aztán nyomjuk tovább, a nyakunkon az uhé. Meg fog jönni sajnos. Hát délutára már napos időt ígér, de hát. Ilyen csúnya felhők gyülekeznek itt. Helikopter. A Terror Gábor. Mutasd meg nekik. Ezt, ha most a Szabados Peti látja, kapott olyat az Echo-nak a szöghajtása, hogy majdnem kigurott a kezemből. És úgy lassan forgasd. Lassan, szépen, finom, oda nézze. Helikopter. Helikopternek a rotorja. És most azt játsza, érted, hogy padlógázon tolom neki, az szépen emelkedik felfele. Komolyan. Nem lehet vele dolgozni. Tényleg olyan, mint helikopter akkor. Ja, nem lehet vele dolgozni. Gyerekek, az a helyzet, hogy le kéne levesszük. Menni. Levesszük, aztán kikalapálom elől a öreg muternál, ott a van ott egy kis izé, satú. Kéne valami hozzá. Ez jó lesz? Kúcsocska. Le az a túl, de azért. De azért önzáros anya az nem hazudik. Ja, úgyhogy megyek előre kalapálni. Jövünk vissza, csak a Miklós is kipróbálja a gépezetet. És már átadom neki a stafétát. Én meg végre kipróbáltam a Fuxit késse. Most már megöltem. Ja, most én a Fuxi, most azt fogom kivégezni. Terrorpistáját. Azon már sok minden nem tudsz rajta kivégezni.
Szórásvédővel már úgyse sok van belőle. Terrordrusba. Hát a szórásvédőt azt megeteted a késsel, mert ott lenn van a gezbe. Na jó. Eddig érdekes, hogy nem kapott bele. Jövünk vissza. Legyetek türelemmel. Na gyerekek, sikerült a kést. Szóval hallás után visszajöttünk. Helyek össze kiegyengetni. Talán már nem lesz meg az a helikopter effektus. Úgyhogy Miklóson a sor. Tesztelje. Én is átadtam a fuxit neki, hogy kicsit fuxizzon. És nem fog fuxizni, Miklós meg ekkózi. Ekkóz tekér, induljon. Na, induljon. Fura maga a kormány is, de itt annyiból kurva jó, hogy ugye valóban jó ez a maraoszi szár. Nálad jobban, ez optimálisabban kijön a előnye. Hogyne. Hogy hosszú a távolság a kormány meg a fej között. Valahogy ez a kormány. Az meg, én azt mondom, hogy azt meg kell szokni. Meg kell szokni. Másabb, mint a stíl, másabb, mint a... hasonlít a stílére. A stíles, igen, egy kicsit, hogy megvan emelve bal oldalon. Ez meg olyan fura, hogy... Ez csak előre van döntve. Ez, hogy... Rá kell jönni, technikára. És amúgy, motorerő, ilyesmi. Passza. Jó, szerintem nem mondtam. Finomság, gáz, gázkar. Az is jó, kényelmes. Jaj, jó, ugye? Kényelmes jön a fuxinak, az a baj, hogy így az a műanyag, ez le van kerekítve, az nincs. Jó, figyelj. Én azt mondom, hogy most a fuxival ne hasonlítgassuk össze, ez 200, vagy 200 valahány ezer forintos gép. Elnézést. Megint beleszart a videóba. Igen, mostanában ez egy ilyen különleges atmoszféra lengi körül a drusba filmeket. Illatosított hegyi levegő. Kezdünk kivetkőzni teljesen. Na mindegy, ez is hozzátartozik most már szorosan a drusba filmekhez. Lerakom.
Ott a fék, miért nem az gyurult? Jó reggel. Kívánok. Jó reggel, Vietnám. Jaj. Mit hoztál? Valami ezért, mi a neve? Mi a neve ennek? A ekóztekeret. Oleumak. Ekóztekér. Oleumak. Japán. Oleumak. Na, jó, a viccet félretéve. Ez még a késes melóból rajta maradt, ezért nem pucoltuk le. Kicsit késtünk a damilozásra, de most a mai napon rögzítésre kerül a damilos fejjel. Végzendő munkáról a videó. Még nem lopták el a fuxit, mert itt hátul vagy. A fuxi, meg itt van a vagomba. Nem a vagomba? Gyöpön. Néha, te, mutassuk már meg a gyerekeknek, hogy azért volt probléma. Ugye? Miket javítgattunk meg? Késetek alítottam le utolsó damilozás után. Miket javítgattunk most meg rajta? Kapott yeah. Egy-két izét, ami a nevét, a Opel csavart. Ja, cserébe lett a szórásvédő. Szórásvédő elfordult, a kés belevert, ugye. Aztán kapott egy másik szórásvédőt. Ez egy Strauss-é különben. Kapott egy lemezcsavart ide. Ne forduljon el még véletlenül se. Illetve ide kapott kettőt. Mert úgy döntött, hogy nem beszél széjjelszed, de mi a fasz nem beszél széjjelszed. De minek? Miért is kéne? Ja. Ahányszor szétszered, annyira jobban kopik. Nem? Aztán az, hogy most el tud fordulni a fej, az nem, illetve az alsó tag. Aztán ennyi, gyakorlatilag más gond nem nagyon volt, hogy volt még. Motorikus probléma, gyertya ugye volt, hogy mi volt? Gyertyát talán kicserélted. Gyertyát, nem tudom. Azt hiszem, raktunk bele egy izét, másik gyertya, nem tudom. Na. Ennyi. Na, jó, mindjárt jövünk akkor, aztán mutatjuk magunkat, hogy hogyan dolgozik a Fuxi, meg az Echo. Papi, indítsa az Echo szekeret. Ez amirra való, nem izére késre. Mert? A mocskosú megy. A pirit rendesen. Azt mondom, hogy ez izére, mert damirra lehet, hogy jobb, mint késre. Van prav.
elmondaná, hogy hasonló a feeling, ez a 100 fokra ütött. Érdekes, brutáló ütött. Második ugyanúgy. Há, második előről. Ilyen fordító, jó, én a ilyen buktinál meg pont fordítva van. De azt betétük is, hogy ja. Lőd le! Lehet őszinte, bazd meg. Őszinte, csak az őszintét. Csak az igazat. Mocskos jól megy ez a gép, te. Brutál, igaz? Hát most őszinte leszek, igazságtalan vagy igazságos. Szerintem késse nem megy úgy, mint amin le, bazd meg. Nekem nem tetszett a késse. Nem tudom, mert Damilla az a mocskos, bazd meg. Szemüvegen köröztő is talivert a szememet, bazd meg. Nagyon megy. Tényleg Damil fejjel borzasztóan. Nagyon megy. Elborzasztóan megy. Hát azért jó, hogy japán, meg 50 köpcent is, meg mennyit mondtunk? 3,1 lóerő? 3,15 század. Hát azt érezni rendesen ennél a gépnél. Érezni a 3 lóerőt. Úgy rotyog minden jétszentség. Hát, itt jön elő az, amikor a Strauss-okra ráírják, ugye a 5 meg a 7,5 lóerő, meg a orosz Mogulev, meg a faszom tudja milyen kaszák, 7,5 lóerő, gyerekek a föltekerne. Simán. Még engem is. Biztos. Basszátok meg, 7,5 lóerő. Itt van egy olyan gép, ami tényleg színuszból adja a 3 lóerőt, és el vagyunk tőle ájulva. Az biztos, tényleg a, mert tényleg mocskos jó. Nem lehet hasonlítani idáig semmi olyan géphez, amivel dolgoztunk. Ugye most mondtuk először a 165 RX-et. Igen. Jó, a 165 RX az egy buta egy gép. Tehát jó, hát az tényleg egy bika izom buta gép. Egy. Az egy 4,5 lóerős, 65 köpcentis, az egy brutális erős gép. Azt tudni kell, hogy annál nincsen tényleg ez a kérdés, Damil fejnése. Nincs, hogy visszanéz mind a ló. Ja, de viszont ott volna mondjuk a 345 RX, az még ja. Viszonylag egy erősebb
mondhatjuk, hogy nagyobb teljesítményű gép, és hát ez simán lepipálja azt, én azt mondom, Damilla, ez simán. Jó, nagyobb érdekes is a gép, tehát köbcentire, lóerőre, köbcentire ez az, több. Az tuti, hogy 90%-ban késsel azt mondja az ember, hogy jobb, minden gép jobb. Hát késsel jobb, persze, csak de, a... De nem tudom, ez lehet, hogy a hosszú nyaka miatt, vagy nem tudom, hogy a kormány miatt, ne. Valahogyan kényelmetlen késsel vágni vele. Nekem legalábbis. Neked amúgy is jobban bejön ez szerintem, mert hosszú a szár. Damirra biztos, hát most figyelj, Damirra ezt mit elfogtam, a 2 métert? Ja, úgyhogy egyelőre ennyi. Aztán még rögzítünk még videót, aztán majd a film végén még majd tartunk egy kis élménybe számunk. Ja. Csináljuk, mert sose végzünk. Ja. Hajrá, fuxi. Vélyes ekó. We'll be right back.
kapkodsz! Szépen dolgozzál! Na valamit mutassál még! Ja. Hagyd már abba! Nem bírod abba hagyni, mi? Na, nyugtálva a dicsérd. Most lehet mondani. Rosszat, jót, mindent. Damilozni nagyon utálunk, mert úgy nézünk ki tőle, mint a disznó. Ó, bazd meg. Mennyivel jobb a késsel vágni most, őszintén. Undorító. Semmi izé nincsen. Tiszta rajta. Olyan izével, jó, most lemosogottam már. Na, epilógusként Miklós rágyújt. Ha mondjak én is egy pár mondatot? Gyerekek! Japán buta erő meg japán kényelem azért. Tehát nem lehet azt mondani szerintem, hogy kényelmetlen, hanem a európai gépekhez fura. Tehát viszont van egy feelingje, mármint ergonómiai szempontból meg lehet szokni, én azt mondom. Hosszú távon simán meg lehet szokni ezt a gépet. Egy-kettőre hozzátok. Sokat dolgozol vele hozzátok. Igen. Viszont, ja még, hogy befejezzem, amilyen fura, úgymond az ergonómia, olyan robusztus ugye a gépnek a kiképzése, és azért az látszik is, hogy kapta az ívet rendesen. Itt mi aztán nem kimétik, igaz, azt el lehet mondani. Szerintem itt most tök jól be is lett ez a gép már járatva. Nem tudom, hogy a Pásztor Andris, Andrisról mit kapott ez a gép, hogy mit adott neki Andris, de mi... Ennyi biztos nem, mint amit mi adtunk neki. Nem tudom, de ez amit itt kapott az... Mehet fel egy kicsit, légy szíves, a motorját? Amikor már elszíneződik a
ilyen szépen zöldre, egy ilyen berántón, a Lukas jelen el lesz majd takarítva természetesen, azért látszik, hogy ment, tehát, hát gyomrát szereti, ez tény, hát benyelte azt a... Most előbb mentettem telé, Turing, már megint vasson csak félig. Uh-huh. Én háromszor tankoltam ma, te is egyszer, meg egyszer otthon fel lett tankolva, tehát 5 tank idáig. Viszont mondjuk el, hogy azért volt utána teljesítmény, nem is kevés, meg az a feeling, amit ez a gép nyújt, gyerekek, ez egy pirító. Ezzel lehet pirítani. Ez egy... Na tényleg, késsel is egész fasza volt, de Damilla eszmény. Furcsa ahhoz képest, hogy én azt hittem, hogy nem lesz ennyire jó Damilla. De hát... Van neki egy olyan hirtelen felpörgés, meg ugrik, mint a disznó, és robusztus a nyomaték, tehát... Nem gondolkodik, na. Írdatlan nyomaték van, már alacsony fordulaton is. Meg lehet újítani minden. Persze. De. Úgyhogy, hát, mi szívesen elfogadnánk, az biztos, de... Ugye, hogy van. Elférne ott a többi. Elférne. Nem mondanánk neki nemet erre a gépre. Kicsit fura, még egyszer mondom. Most attól eltekintve, hogy ugye itt elején nézegettük ezeket a puhol meg mit tudom én, le van baszva. A bírja jó, viszont amit ez a gép nyújt erőbe, brutális. Az brutális, aztán ezt így elmondani nem lehet, szerintem a filmen se érezni kell. Így van, ahogy Miklós mondja, az egy igazi romboló, egy romboló. Szerintem 50 köbcenti, amit egy 50 köbcentis géptől el lehet várni, ez nyújtja, ez ott van. Sőt, meg van a kockáztatni, hogy simán menne az FS490-nel, vagy a 510-essel, szerintem simán. A Husqvarnának nincs, ha jól tudom, 50 köbcentis osztálya, ilyen professzionális, abszolút professzionális. Nincs neki? Hát van a 553, de az nem ez antivibrációs, meg az nem a teljesen profi vonal, tehát szerintem nem kéne az mellé rakni ezt, bár aztán a fene tudja. Nagyon megy az Echo. Nehéz, urmótlan, robusztus. Jó, de fönn hevedelem már nem. Ja, fura a kényelem, tehát de nem lehet azt mondani, hogy kényelmetlen, hanem fura. Ugye európai gépekhez, stilekhez, Husqvarna, ezekhez vagyunk szokva, de hiszen amit ez a gép tud, az mindent überel, illetve ja, kiegyenlíti. Le a kalappá lettük. Le. Mert faszom. Egy jó masinát szabadítottak az emberiségre, de... Hát nem tudom, a Echo ugye Japánban, hogy hol áll ő a benzines kerti gépek gyártójának a elismertségében, de szerintem méltó lehet a Honda meg a Kawasaki mellett, szerintem a harmadik a minőség, illetve a design annyira nem is, de a minőség meg a tényleg a megbízhatóság meg a feeling ennek a gépnek az nagyon jó, tényleg. Ennyit az Echo-ról, most viszont van egy szomorú hírünk, Miklós be fogja jelenteni. Ha akarja, ha nem, akkor nem. Idén nem halt még meg fűkasza, ugye? Nem, csak ilyen olyan, hogy eltakadta be az. Ja, ilyen apró. Most viszont van egy hát, úgymond, koronavírusos eset. Ugye éreztük, hogy valahogy nem stimmel a fuxi. És nem bírunk rájönni, hogy mi lehet a baj. Pedig a 40-es keverék, az annál vékonyabb nem volt benne. És mégis a kompresszió úgy döntött, hogy távozik a gépből. Fene tudja, hogy miért. Karburátor is volt már kétszer állítva hozzá. Nem lett túl pörgetve, se semmi. Tehát érdekes, mert... Ha Damil fejjel berecseg a végén, akkor annak jónak kell lenni. Mégse akar menni, el van gyöngülve, kompresszió kevés, úgyhogy most ellusul. És az lesz, hogy rakjuk fel a drustorra, és megyünk a barlangba, visszük majd a fuxit, aztán szét lesz burítva valamikor, bele lesz nézve a henger, le lesz szedve a hengerszed, gyakorlatilag bele lesz nézve, hogy mi a helyzet oda bent. Lehet, hogy érjünk egy kompressziót. Ugye, mert átbaszós azért a rugós rezgéscsillapít, illetve a rugós rásegítésű indítás azért, de mégis valahogy érezhető, hogy ennyire nem, ennél,
ennél jóval többnek kéne lenni ebbe a gépbe. Meg szerintem az elején az te is tudod, hogy jobban ment, nem? Vagy még amikor friss volt. Hát... Sokkal jobban, hát mondtam is, nem? Hogy... Ja, mondtad. Sokszor mondtad, hogy fasz, tudja, hogy fura a gép, és itt van tényleg. Mindegy, meg lesz nézve. Tehát aztán felveszik Fuxi bácsival a kapcsolatot, mert valószínűleg egy engedzett csere lesz a gépen. Van egy olyan szomorú érzésem. Hát úgy látszik, Sanda gyanúja, hát úgy látszik, hogy a 40-es keverék az, az mégse a, ezeknél a gépeknél mégis a határ, tehát még dúsabb kell neki, lehet. Én azt gondolom. Ha csak nem az lehet itt a gond, hogy nagyon kínosztad, de hát annyit meg igen sokat nem ment egyfolytában, vagy a fene tudja. Vágtál vele, oké, de hát azért az bírnia is kéne, amit ment, nem? Most, mit tudom én, egyszerre 3-4 tangnál többet azért, vagy 5 tangnál, max 5 tangnál. De amúgy is nem fogyaszt sokat. Nem. Ugye? Mondjuk feltűnően keveset is eszik, azért azt tegyük hozzá. Feltűnően keveset eszik. Nem hittem, de hogy nem eszik sokat. Gyanúsan. De azt kétszer megtankultad, mire ezt egy. Hát de figyelj, gyanúsan, az, hogy gyanúsan keveset eszik, az lehet karburátor probléma is. Simán. Lehet, hogy nem pörög. Lehet, hogy azért is nem pörög, valami lehet a karbival van valami baszódás, és nem kap rendesen olajat a benzinnel együtt, és nincs meg a kenés, ha a motornak túlhevül, szépen lassan aztán a dugattyú meg a henger megzabálja egymást. Úgyhogy szerintem lehet, hogy ott a karburátor is ludas. Hiába van megnyitva a csavar egy kicsit, van neki adva, meg izébe, de feltűnően. Mert én nem nyújtam hozzá állítani, te állítottad egészet. Ha, annyit állítottunk rajta, hogy ne fulladjon le, meg pörögjen ki rendesen. De valahogy mégis elment belőle az erő, sajnos, úgyhogy ennyi. Ez a film, ez meg ennyi lett volna, most már tényleg véget vetünk ennek a hockodásnak. Fogjuk a cefrét és visszük. Ja, visszük a cefrét főzni. Közben búcsúzunk. Szavaztok. Szavaztok, legyetek rosszak, és nézzetek sok túlban. És Miklós, szavaztok. Gyerekek. Thank you.